Ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló fél órában. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, valamint a legnagyobb videó megosztó portálon is, hiszen ez utóbbin visszanézhetik korábbi adásainkat, akár csak a hetitv.com oldal alján. Mára is hoztam egy napi gondolatot, Müller Péter író, dramaturg tollából származik, a következőképpen szól. Ha szerelmes vagy és nem jut eszedbe az a bolond gondolat, hogy ez örökké tart majd, nem vagy még igazán szerelmes. Elgondolkodtató sorok. Beszélgetés is lesz a mai adásban, ide várom a stúdióba Balázs Anikó, kétszeres aranykoszorús nóta énekest. Sok mindenről fogunk beszélgetni. Természetesen ma is az önök kérései, üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül nézzük is meg az elsőt, mely SMS-ben érkezett. A kívánság műsoron keresztül szeretnék küldeni nővéremnek, Ibolyának egy dalt Hajdúszoboszlóra, az aláíró Kónya Mária. A Kis Gusztáv előadásában kért felvétel sajnos televíziós változatban nem áll rendelkezésünkre, de fogadja ugyanilyen nagy szeretettel Kis Gusztávtól egy másik felvételét, mégpedig a Gyertyafény keringőt. Egy régi-régi dal mesél a múltról én nekem, énekel tehát Kis Gusztáv. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Folytassuk egy újabb üzenettel. Réti Olivia Dunakesziről a ma elhangzó összes dallal köszönti sógornőjét, Jáki Máriát, 42. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki. A következő felvétellel már fel is vezetjük azt a beszélgetést, melynek főszereplője Balázs Anikó lesz.
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem a stúdióban Balázs Anikó, kétszeres aranykoszorús nótaénekes. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy viszont láthatlak itt a stúdióban. Szervusz, Zolikám, én is örülök, hogy itt lehetek újra, és reméljük, hogy ez így is marad, hogy nem kell lezárkózunk egymástól. Te vagy az, aki mindig valamit szervez, úton van, fellépésről fellépésre megy, és azért, hogy így a nyár már nagyjából helyreállt, így vissza is tekinthetünk rá, hogy milyen volt. És ha jól tudom, azért itt voltak határon túli erdélyi gyönyörű helyek is, ahol nem akármilyen formában megfordultál a többiekkel együtt. Mesélj nekünk erről. Igen, július elején voltunk. Hát ez tulajdonképpen egy családi esemény volt. A férjem anyukája volt, 80 éves. És egy betűt nem énekeltél, ugye? És őneki szerveztünk egy meglepetés bulit, ami valóban meglepetés volt, és csodálatos volt. Utána meg hát úgy terveztük, hogy pihenést tesz, de nem jött össze. Na most én látom a legnagyobb közösségi portálon is a posztereket. Egymás után jönnek a fellépő művészek között, ott van mindig Balázs Anikó. Tehát azért te nem pihensz egy pillanatig sem. Hála Istennek nem, és remélem, hogy nem is kell pihennem ettől arra felé sem, úgyhogy bízunk benne, hogy ugye, újra nem zárják el tőlünk a nótát, hogy nótázhatunk a közönségnek. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Ugye van két biztos pont még Magyarországot tekintve, egyik Gyál, másik Kecskemét. Mindkét helyen aktív szereplő vagy aktív fellépő, a különböző körökben ott vagy és részt veszel. Ezekről mesél nekünk egy picit, hogy jelenleg ott mi a helyzet. Ott is helyreállt minden, ott is minden beindult, a régi rendszerint találkozhatunk veled is. Igen, mind a két nótaklubban rendben van minden, hála Istennek mindenki egészséges, mindenki megvan. Ez a legfontosabb, ez így van. Így van, és ugyanúgy próbáljuk tovább a műsorokat vinni, mint előtte is, ahogy volt, és bízunk benne, hogy így is marad. Visszatérve egy picit Erdélyre, és akár a repertoárodra, a dalokra, hogy miket szoktál énekelni. Én azt gondolom, hogy Erdély gyönyörű tájain csak ihletet kaphat az ember, ha esetleg egy dalt még nem ismer, akkor mit tanuljon meg te ezzel? Hogy vagy? Hogy állsz így az újabb és újabb székely és erdélyi kötődésű nótákkal? Én szeretek új nótákat tanulni. Van egyébként még sok, amit van. Esetleg ajaj, nem ismersz? Van. Van, és csak én is meglepődöm, hogy ó, ez olyan régi, nem hallottam. Most de ez is találkoztam. De azt is jelenteti, hogy olyan nóták léteznek még, ami mondjuk nincs a köztudatban, igen. De ott a világ legtermészetesebb van, dolga, hogy mondjuk egy van. Apró kis faluban mindenki ezt énekli, mi viszont nem tudunk róla. Ez így, ahogy mondod, Zorikám, mert én is most találkoztam egy nótával most, hogy ott voltunk, és csak néztem, hogy ez, és mondta Prímás, nem, ez nagyon régi nóta. Nem tudod? Sajnos nem, de meg fogom tanulni. És az ennyi. És onnantól te gyakorolsz, tesztelgeted a környezetet, hogy mit szól hozzá különböző összejöveteleken, meg van. Főképpen azt a siker megjön vele. Vizsgáld meg a felhőt,
Picit tekintsünk a jövőbe. Mit tartogat? Hát nyilván itt a koronavírus árnyékában mindig nehéz bármit mondani, de vannak-e nagy tervek, álmok így akár a közeljövőre nézve? Hát tulajdonképpen a kecskeméti nótakörrel van egy nagy álmunk, hogyha összejönne, ami október 30-ára van tervezve, egy székely magyar nótás találkozó, ami reméljük, hogy sikerülni is fog, az nagyon szép lesz. Ahogy megálmodta persze a szervezők, én már csak ilyen háttérmunkás vagyok. Nem mondod, de... tehát pont ezt gondolnám, hogy te, mint aki aztán teljes mértékben autentikus ebben a témában, 100%-ig kiveszi magát a szervezésből, de nem? Te csak művészként mész oda fellépni? Nem, ha megkérnek, nagyon szívesen segítek, de ugye ott tulajdonképpen a Kovács János meg az Icu, ők szervezik, ha megkérnek, nagyon szívesen segítek, de nem szeretnék beleszólni. Szerintem most borítékolnám, úgy is jön majd kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és majd folytassuk egy következő alkalommal, akár így október tájéken, amikor többet tudhatunk majd ezt a beszélgetést, és a legfontosabb, addig is vigyázz magadra. Köszönöm szépen, Zolikám, neked is hasonlókat kívánok, és szeretettel jövök, bármikor hívsz. Köszönöm szépen, mi pedig Balázs Anikóval folytatjuk. Hallod-e nótás füttyös szép madár, ennek a húcsúcsának béke már, szállj el a hústi derült, messze földre, mint a földre, előtte csapodák, húzod a májas húzát, csalkod, várunk is vakon lékán majd a fad, égő veled édes rózsám, Isten áldjon, azt kívánom. Balázs Anikó volt a vendégem az elmúlt percekben. Adásainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon is, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Folytassuk két újabb üzenettel. Merész Jánosné a Pere János művész úr előadásában látott, korábban látott dalt szeretnék kérni, melynek címe Lila Akácok. Ennek semmi akadálya, nagy szeretettel küldjük. És a másik üzenet, Fodor Miklósné Budapesten a következő dallal szeretne nosztalgiázni, szintén nagy szeretettel küldjük a választott felvételt. Mint mondtam, Lila Akácok, énekel Pere János. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág, aki kelet? Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj?
lila akáca, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat. Amikor egymást szeretni nem szabad, virágos tavaszi kertek ölén zártam először a szívembe én. Később karöltve jártunk Budán, várt ránk a csendes tabán. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, vártam a ligetben, hogy jön-e már. Lila akácok nyíltak a fán, már csak bús emlék csupán. Lila akácok, minek a cifra úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág, aki kelet? Mit ér-e rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat? Amikor egymást szeretni nem szabad. Álljon itt egy újabb üzenet. Sós Bálint egy korábbi adásunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni, és küldi mindenkinek, aki szereti. Rita énekel, a dal címe Töredék. Köszön a szembeszél, azt csúgja, hogy még van remény. Hányszor volt nyitva az ajtó, vak voltam, hogy meglássam. Hányszor vitt félre a szép szó, elhittem, megbántam. Hogy lépjek előre, ha az éj sötét, fátylat fogom köré.
facebook.com/kívánságszolgálat. Megtalálnak bennünket a legnagyobb közösségi portálon is, ezen keresztül is üzenhetnek. Itt kaptuk a következő sorokat. A ma elhangzó összes felvétellel köszönti egykori osztálytársait Szolnokon, Kemenc és Beatrix üzeni, már nagyon várja a közös kirándulást. Radics Sándor cimbalomművész felvételével folytatjuk, melynek címe My Way. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!